A 2022-23-as óvodai nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása volt az egyik napirendi pont a június 22-i képviselőtestületi ülésen. A kiskörösi óvodák fenntartója Kiskörösváros önkormányzata. A fenntartó feladata, hogy meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Természetesen az intézményvezető asszony Csatlós Erzsébet szakmai javaslata alapján került az előterjesztésbe, hogy 16 óvodai csoport induljon a 2022-23-as nevelési tanévben. A csoport létszámok meghatározását tagintézményenként javasolta a Kiskörösi óvodák intézményvezetője. Szücsi óvodában 3 csoportot, Batyányi óvodában 6 csoportot, a Körisfa óvodában 6 csoportot és az Erdőtelki óvodában 1 csoportot. Csatlós Erzsébet, a Kiskörösi óvodák intézményvezetője elmondta, hogy az idei évben beiratkozott gyerekek száma szinte teljesen megegyezik a tavalyival. Ha azonban valaki lemaradt a beiratkozásról, augusztus utolsó hetében a pótbeiratkozás során még megteheti.